Felnyújt a Tanganyikába. És tartunk egy kis szünetet. I keep it juicy juicy, I eat that lunch. She keep that booty booty, she keep that pump. Picit legalább, légy szíves, próbáljátok meg. Picit legalább, légy szíves, próbáljátok meg. Jó, indítsd el, faszom. A harmadik dolog, azt most elveszed. Fölveheted most még. Jó, gyors felveszed. De is benne vagy amúgy? Én be... És én? Valaki megnézi? Hát ezt akarom. Vagy valaki üljön ide csak, az is jó. Hogy benne vagy ebben meg már. Ó, bennem, kire. Na, együtt vagyunk. Mind a heten együtt vagyunk. Itt van mindenki. És ugye tettünk ki egy képet Facebookra meg Instára, ugyanazt a képet, ami alatt tudtatok kérdezni kommentben, arra fogunk most válaszolni, de előtte fogunk egy ilyen kis mesélős sztorit csinálni, mert ez nem volt így az elején tisztázva, hogy mik vagyunk, vagy kik vagyunk. Nem tudom, hogy a Milánt azt most akarom-e. Remélem, nem tudom. Főkelyek, megnézem. Na, szóval... itt vagyunk mindannyian, hál' Isten össze tudtuk úgy hozni mindannyian, hogy most már így évvége fel a két nap között így ráért mindenki. És akkor beszéljünk egy kicsit erről az egész indulásról, vagy az egész brigád dologról. Ugye ez anno úgy indult, hogy én még kint dolgoztam Angliába 2018. Tavaly nyáron jöttem haza. És tavaly előtt. Én kint már elkezdtem gyűjtögetni ilyen kamera dolgokat, mert mindenképpen szerettem volna ezzel foglalkozni itthon. Volt is pár olyan cég, ahol dolgoztam, mint operatőr, meg vágó. De valahogy nem éreztem így ezt az egészet így sajátomnak, mert nem abban a témában dolgoztam, amit igazán szerettem, ugye, ahogy látjátok, az autók. Akartam csinálni egy ilyen kis pécsi brigádot, ahol van benne egy szoros baráti társaság, és hát... Ez jött össze. Ez sikerült. Ezek értek rá. Ebből kell gazdálkodni. The best I can do is this. Mindenki abból építkezik, amiből van, amiből tud. Szóval azt tudni kell, hogy azért olyan nagyon régóta nem ismerik mi se egymást. Tehát nem tudjuk azt mondani, kifeszesen hogy... Kifeszesen két éve. Igen. Tehát nem hány dolog fog kiderülni rólunk. Fúj. Szerintem ennyi bőve elég. Így összerázódott így a brigád, és... hát azt... De ezt most azért mondjátok ti is, hogy azért egy ilyen viszony... Nem, tehát nem azt mondom, hogy haverok vagyunk, hanem tényleg ilyen... Ellenségek. Ismerősök. Köszönjük. Valakinek kell valami, biztos nem ők lesznek, akik mögöttünk. Jó barátok lettünk, és igazából összeveredett a brigád. Van sok közös közöttünk, ugye, ami legfőképp összeköt minket, ugye az az autóbuzéria, de hát javítsatok ki a tévedek. Hát szerintem a robogók. A nők. Ja, hát, ja. Azon is osztozunk. Az első ilyen vlogadásokban, ugye én vagyok az operatőr, én vágom az anyagot, én veszem föl, én próbálok, tehát én keresek alá a zenét, mindent én csinálok, ezt a média részét én csinálom, és... Belülünk csinálsz hülyét. Próbálok belülük hülyét csinálni, szerintem elég nézik erre. Most az utóbbi videóban azért már megpróbáltam én is jelent, így megmutatni magam, hogy ki vagyok, mi vagyok, de ugye javarészt ugye... őket látjátok, mert én a kamera mögött állok. Nem tudom, hogy mit mondjak. Tehát, hogy... Mesélj már, hogy a régebben ugye mondtad, hogy kameráztál, hogy ilyenek. Igen. Az Rokkóval dolgoztál. Meg a melegkóval. Arra mesélj már. Mindig összekedték a lencsét, és ebből lett elegetni. Hogy jött ez a váltás, hogy... Próbáltam, szerettem volna valami olyannal előrökkolni, ami így nem korhatáros. Végül is ezt próbáltuk így összehozni, egy ilyen társaságot tényleg. Most nyilván ezt nem a videók kedvéért verődtünk össze, meg a videókon kívül is azért szerintem tartjuk így egymást ezt a kapcsolatot. Nem mindenkit szoktatok sűrűn látni, ezt szerintem ti is észrevettétek. Ez abból fakad, hogy ugye mindannyiunknak van egy ilyen polgári, igen, egy polgári melója, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként nem vagyunk spanok, haverok.
Én munkanélküli vagyok. Ezt a kutyát nem érdekel. Az indulás ennek az egésznek, most ez lehet, hogy kopizás, vagy nem tudom, de nekem ez onnan, ez akkor, tehát én kint egy angol brigádot megismertem, és nekem nagyon tetszett, hogy ők így együtt tudnak így mozogni, meg hogy együtt csinálnak ilyen jó kis dolgokat, és ezt ugye megosztják így a nagyvilággal, és szerettem volna mindenképp, hogy legyen egy ilyen magyar verziója. De azt gondolom, hogy szerintem hozzuk a saját ilyen elvetemült stílunkat, ami nem ilyen, nem mondanám kopizásnak. Ne tedd fel a lábad, mert árnyékot vetsz a Máriót. Fú, de felbasztam magamat, te! Kiszárad a szememettől a fénytől már. Jó, ezt most üljétek, hát nem tudok csinálni. Szóval, nem tudom, mást mit tudok még elmondani így az indulásról, valami... Ti mikor csatlakozott? Hát, mondjuk az, hogy én erre nem tudnék. Én meg tudnék. Hát, mert amikor az én voltam együtt, az akkor indultál. Kivel, Laci? Kivel is, Laci? Kivel is? Nem mondjuk, mi az elég. Úgy csinált, hogy nem vágom belőle. Tudjuk ki. Tudjuk ki. És ez 2018-as nyár eleje. Én meg a nyár vége. Szóval így röviden, tömören ennyi a csatornáknak, meg így a brigádnak az indulása. Így apránként nem egyszerre jöttünk össze, tehát hogy nem egyszerre jött mindenki így be, hanem tényleg olyan embereket vettem így be így ebbe a szoros brigádba, akikről azt gondoltam, hogy érdemben tudnak beletenni ebbe az egészbe. Meg látják e mögött, az egész dolog mögött, amit csinálunk, egy kis értelmet, vagy egy kis ilyen pozitív valami dolgot, hogy ez egy jó dolog, amit így csinálunk. És hát a visszajelzésekből, meg a kommentekből, meg ugyanúgy az egész dologból szerintem az szűrődik le, hogy azért nem olyan rossz vagy. Hát. Persze. Szóval a csatorna története röviden, tömören így ennyi. Nincs különösebb háttérsztoria, csak egy ilyen név alá akartuk szedni a hülyeségeinket. Ugye a videóban meg azt látjátok, hogy nagyon sokat foglalkoztunk a Somának az autójával. Most ez nem rá összpontosítottunk, csak ugye ott volt neki egy történés, ami szerintem egy ilyen jó videó, meg egy jó vloganyag amúgy is. Mondjuk ilyen tervekről akár beszélhetnénk, hogy mi ezzel a tervünk, ezzel az egész szakbeszettel, de azt a kibaszott telefon. Nem igaz, bassz meg, minden. De komolyan mondom, anyád, ez hogy bír veled? De tényleg, hallod? De egy olyan kurva értetlen gyerek vagy, hallod? Minden egyes forgatás, amit így megbeszélünk, gyerekek, 4 órára beszéltük meg, hogy 4 órakor elkezdjük, és elmondom nektek, hogy elkezdeni 5:30-kor tudtuk. Hát és de miért? Miért erre soha lebasztál az áramot? Hát elég van. Mindig el, de komolyan a Milánnal bírni nem lehet. Nincs pirásom Milánnal. Mint egy 10 éves kisgyerek. Na, ez évvégi összefoglaló, nem az osszú ki a Milán teszélyen rész. Olyan is lesz majd. Mindegyikben benne van. Igen, 5000 feliratkozónál. Egyébként, csak azért vagyok kiérdezve most a Milánra, mert van egy csoport. Mert ő biztosítja a helyet, és mindig ilyen jó. Ne, hát szar, nem. Ami kisajátított. Nem, de a lényeg az, hogy van egy csoportbeszélgetésünk, és ott például az van, hogy leírtam, hogy akkor ma, hol, mikor kezdjük, mert mit tudom én. És ő személyesen még rám írt, meg még utána fölhívott vagy 3-szor. És még mindig eladó 3-5 felé a hát az így. De egyébként már nincs már fönn, nem? Hát ma nem. Mindjárt. De! Ezenbe jutott a jelszó. Szóval, hát ezek lennénk mi. Ennyire futottam. Nagyon nem tudok hozzászólni.
8 általános során. Szeretnénk egyébként, most komolyra fordítani. Milán helyére egy új ember. Már anyám se szeret, barátságon mondta ugyanezt. És helyet cserélhetünk. Ja, visszatérve a szabvészés dologra, jó, most ne, nyilván nem az a tervünk, hogy ez egy ilyen, ha bármit lehetne tervnek az is, hogy egy ilyen világhírű atomvizé, hiszen batom lenne, de... Ez ilyen felirat az nem öreg. Igen? Persze. Hát az nagyon jó. Vagy angolul beszéljünk. Viszont, igen, vagy akkor nem, beszéljünk angolul. Oh yes. Oh yes. Okay. A szerelésünk az okay. Teljesen korrekt. Oh yes, yes. A step brother, mi? Hogy is ő hozza fel? Összeszedi magát az ember, lejjön egy jó videó, és akkor elkezdődni. Jó, na, szeretnénk, hogyha mondjuk lenne egy ilyen, valami kis brandé kinőné magát, ez jó volna. Ilyen affinitással, érted? Ilyen lendülettel, amit a srácok hoznak. Ha kapok az innivalom? Hát az király. Én is iszok egyet, mert kitikkodok. Ez már a nyál. Fúj. Töltsek még rá egy kicsit, hogy vagy üljön. Mi a legnagyobb pozitív élménye ebből az egészből? A legnagyobb pozitív élmény? Ja. Hát konkrétan az első videó, amiben szerepeltem, utána országvilág azt hitte, hogy homokos vagyok. De viszont ez egy nagyon nagy dolog, hogy szerintem sikerült összejönni azért így ennyien. Tehát mindenki tud hozzátenni érdemileg a videókban, meg mindenben. Plusz így emberileg is szerintem tényleg sikerült összehozni ezt a társaságot, hogy úgy, ja. Valaki valamire tényleg szükségünk van, azért mindig van, aki elérhető, mindig van, aki tud segíteni. Meg tudunk oldani szinte szerintem bármit, amit ugye fejünkbe veszünk. Amikor jó anyagot akarok forgatni, és megvan a fejemben... Na, erről beszélünk. Mondd, hogy operatóról. Mondjuk, hogy ez sarkos tejet már nem egy. Jó, szóval mondjuk azt, hogy kurva nehéz velünk. Jó, már Józsi, mert aztán könnyű. I'm John Cena! Forgatásokra épít, azt kell tudni, hogy általában a Jocó így összerakjuk a forgatókönyvet, ki van találva minden, tök jó, nagyon éli, a Józsi éli a legjobban szerintem, majd tehát így, hogy ez látszik rajta, és igazándiból van például a Soma, az azért szokta azt csinálni, hogy akkor egy kicsit így rátesz egy lapáttal, hogy kiidegelje. Mindig! Ő erre egy úr szerintem. A Jóci az ilyen apuka tölt, hogy üljél le, viselkedjél, oda mennyi, mit csinálsz, de hülye vagy mit tenni. Ezt akkor ugye... Nem. Hát te is kapod az néha. Hát nekem nem. Ja, nem hat meg? Kapod, de nem hat meg. Ja, jó. Az árnyújtos forgatásnál volt, hogy letett a karát, és mondta, hogy most menjél haza. Tényleg ez volt a kapat. Amikor nem vlogot forgatunk, ugye ott nincsen semmi forgatókönyv, az ahogy esik úgy puffan dolog, viszont amikor ilyen kis mozikat csinálunk, ott azért így előre így átbeszéljük, hogy mit, hogy kéne, mert megvan a fejemben így előre, hogy mit szeretnék látni, hogy szeretnék látni, és amikor egy 2 másodperces jelenetet 20-adjára veszünk föl, mert elbaszott operatőr. Ja, jaj, pislogtam, jaj, izé. Nem. Jövőktetek. Ja. Na mindegy, zárjuk ezt. Látjátok, hogy miért. Látjátok, nem? Szerintem nem kell magyaráznom. Nem, egy folytában csak jár a szár, ott is ez van. Ja? Utána meg izé, hama. Jó, akkor kérdezzük meg, akkor a Soma. Soma! Ugye ő viszonylag keveset szerepel még videóban, de ez nem jelenti azt, hogy nem teljes tagunk. Nem teljes értéki tagunk, bocs, kösz. Kérdés, hogy milyen videó. És ő inkább azt mondom, hogy tehát neki köszönhetjük, hogy el lettek intézve a ruhák. Igazából ugye háttérmunkás. Ő segített a parkettázásba is. Egyébként igen, ahol most vagyunk, ő parkettázta ki. Ezt átfogalmaznám, de mondjuk... Miért? Hogy szerinted a parkettát? Te segítettél Milán meg. Ja, te segítettél. Igen, kinyitni az ajtót, meg bezárni a végén. Na, Gabó! Na, hát azért akárhogy nézzük, az elmúlt egy év elég sok minden eseménydús volt, úgyhogy jó anyagot is szolgáltatott itt a videóknak, mert ugye a Somának volt ez az autós balesetes mutatványa,
és azért arra elég sok rész volt. De voltak közös élmények, tehát a közös... Persze. Mentünk ugye gyorsulásra, mohás, persze, volt egy csomó program, ez jó, jó össze. Mert hát, hogyha azt nézzük, ott van például majd a készülő nagymozi, Orfű, hát az 4 nap betegség volt, tehát az brutál, ami ott történt. Ja, az előbb-utóbb majd. Mi? Mikor? Most. Emlékszel? Ne is. Volt ilyen, hogy Orfű. Én is emlékszem. Ja, de emlékszem, amikor oda mentem, meg akkor elhazai. Én is emlékszem, ott sem voltam. Gyakorlatilag 4 nap kóma. Azt gondolom, hogy összehúzták ezek a dolgok így a társaságot, és valahogy ugye a magról ide... Lepotyogtak azok az emberek, meg azok a dolgok, és megmaradt ez a 7 ember, aki így összetart, és... Reméljük, hogy ez jövőre is ugyanígy fog folytatódni, és még jobban. Mi a bajod? Talán rohadtul tele vagyok. Basz meg, ne igaz, mindjárt! Mindjárt jön! Nem igaz, mert tényleg, bazdmeg, amikor valaki a monológot mond, akkor legalább álljátok, mert te is már jó. Hallom, hogy Soma. Akkor most a Soma. Jó, akkor jön a Mário. Milán. Basszol. Laci. Pozitív. Én nekem igazából az egészben a legnagyobb az, hogy így megismertelek szerintem titeket. Ja. Végre lettek barátaid, nem? Igen. Ez nem egy elég pozitív. Ja, már nem képzeled. Lettek ismerősi. Örülök, hogy nem vagyok. Már nem képzeled. Én több van a Facebookon. Igen. Igazából... Többet nem bírok elmondani, kérem kapcsolatban. Nagyon jó, nagyon tele vagyok. Bedobált valami meg is kaját, azt itt mindjárt félfordul, minden baj van. Ne, nekem az egész tényleg így pozitív. Tehát az is, amikor az autó most azért az, hogy nekem egy előtte egy jó, mit én azt mondom, hogy egy másfél év volt megcsinálni. Most 6 hónap alatt ott tartunk, hogy igazából Lacikától elhoznám a sárvédők, vagy milyen lökösöket felrakom, és készen van az autó. Meg kell ragasztani 2 üveget, és tehát kihasználtam, fél év. Úgyhogy igazából nekem a legpozitívabb, hogy volt 6 ilyen rabszolgál, ilyen bérmunkás évérért. Ja, innen üdvözlünk Gyurika! A segednek mindig jó. Hát igazából én így, nem is tudom. Hát jaj, november környékén kerültem be. Kedves Lászlónak a segítségével. Volt egy elég nehéz, igen. Volt egy elég nehéz időszak, aki tudja, azt tudja. Szerencsére az kicsit segített így túllendülni. Hát az Orfű az volt nekem az idei legjobb. Nem is volt másik. Mit? Nem is volt másik. Jó, hát itt az összes többi felvétel, meg mit tudom én, videókészítés, meg ilyen-olyan buliból, nekem az Orfű tetszett a legjobban, úgyhogy... Ja, hát, ja. Jó, a szülinapon. Nem. Az volt poc. Betyár volt. Szerintem a szülinapon volt több alkohol elfogyott, mint egész Orfű. Az meg, ha nem, akkor tényleg a Soma szülinap, és akkor az Orfű videó. Pont a napokban ezt hozz vissza. Úristen. Egy ilyen kis Józsika. Bújjatok le, Lacika. Bújjunk el az hátul. Próbáltak szopatni. Első 5 percben tudtam, hogy jössz. Úgy indítottam, amikor mondtad, hogy nem jössz, felhívtam a darukát, hogy Jocó, tényleg megy? De hogy megy? Onnantól tudtam, hogy... Meg olyan volt, hogy gyerekek a Jocó. Hát nem némította le a telefont is fél. Ja, hát az hatalmas. Jó, igen. Belecsörög. Utána Józsi. Én elég sok. Na, és akkor most bevágok, hogy 5 óra múlva. Egy perc. Most jöttek a gippek meg a mémek. Igen. Nos, engem egyébként elég sok videóban láthattok, ez nem titok, én imádok szerepelni, és igazából mondjuk a kocsim nem szerepelt annyit, mint mondjuk a Somáé, de majd fog. Ez most nem fog. Azt nem mondja, mert negatív fog. Fog. Igen, tudom, hogy ez szemrehányás, de fog. A Magtár utcában, nem mondjuk, ez fog. A daru. Lenn az PMS-t állnál. Amúgy is kabrió, hát akkor csak lehajtottad tőle ki, nem? Hát vagy meg szabba indítjuk a petardáknak. Vagy abba.
Igazából a videókban nekem azok volt egy kedvenc részek, amikor egy-egy adott szakembert így bemutattunk, mert én egyébként fontosnak tartom azt, hogy akik nézik a videóinkat, többek között vannak fiatalabb srácok is, akik nyilván belekezdenek majd az autóépítésbe, mint ahogy mi is, és majd rájönnek mekkora szopacs, és legalább tudják, hogy ki ez lehet majd ilyen tekintetben fordulni. Most ez nem arról beszéltél, amiről kellett volna. Egy pozitív élmény majd. Hát, hogy mit jelentett neked az, hogy szép... Ez a karácsonyi videó. Nem, az, hogy mondjuk megalakult ez a Subbase, ez neked miért lett pozitív, vagy miért jó mondjuk neked, vagy nem. Van egy ilyen, van ez. Nem, mert mekkora sztárok lesz. Így ebben az illatosító. Van így egy illatosító. Térjünk rá a kérdésekre, nem? Na, hát mondd el te is. Én mondtam el legelején. De még egyszer van nagyon szarban. Nekem ez az egész Subbase mit jelent? Igen. De ne olyan nyálas a jocó. Most mindjárt segítek. Most megszívtad volna az orrod. Elvétek, elmondom. Komolyan fordítva a szót, nekem amikor külföldön dolgoztam, már nagyon elegem volt, hogy kint kell legyek. És ugye egy kamionba kell laknom, és már nagyon, mindig amikor itthon voltam szabadságon, akkor nagyon szerettem itthon lenni. Ugye loptam a havarokkal, meg autó, meg mit tudom én, és már erre vágytam, hogy non-stop itthon tudjak lenni, és végre csinálhassak valami szart építeni. Igen, most jött vérratfikezása, igen. Mi a baj a vérrattal? Mert van még jó autó. Semmi baj nincs ez. Megbízom. Nem értjük, hogy miért nem használom. Igen, 200-at adok érte főleg. Szállok kire, igen, Soma. Miért az elektronikai hibásért? Igen. Azt mondták, indul. Engedjük el ezt a témát. Tele vagyok annyira, hogy miért ott engedem. Ha nincs zavarba, akkor beindul. Na, szóval rövidre fogva a sztorit, igazából én annak azért örülök ennek az egésznek, hogy ez így megalakult. És hogyha nem futna név alatt, hogy nem lenne ilyen Subbase, hanem csak simán azt mondom, mert ha nem is forgatnánk videót, de ha ez így lenne, ez a társaság, én már annak is nagyon örülnék, mert én amikor kint voltam, én erre vágtam, hogy végre haza tudjuk takarodni, és legyen egy ilyen társaság, akikkel így együtt tudjuk csinálni ezeket a szarságokat. Nem leszünk utána egyet? De jó, amit kajáltunk. Akkor a priót fogsz fosni este, bazzeget kivel megették. Mit van? Akkor átszarsz, úgy kell vele szembe pirtálni. Na! Most egyszer nézzük az Instagram kérdéseket. Ez jó kérdés, de akkor erre legyen az, hogy mondjuk egy valaki válasz, és akkor ez random bármelyiket lehet, jó? Első kérdés, ami szerintem így egy tök jó, hogy Doszi kérdezi tőlünk, hogy jövő évre mik a tervek az autók kapcsán? Menjünk sorba a legegyszerűbb. Neked Latika, végre eladod a VR-t. Készüljön el az egyes. Hát egyszer, hogy üzemképes legyen, meg a műszaki is le fog járni, ugye? Jövőre február, talán lényegtel, amikor. Úgyhogy ez egy kicsit nagy kérdés. Előfordulhat, hogy gyári motorral fog üzemelni jövőre, de kiderül. Tehát az 1.8 turbót nem engedjük be semmit tényleképpen. Tehát ennyi tényleg az, hogy menjen az autó. További terveim tényleg nincsenek, én ennek örülnék, hogyha működne. Pont. Mário! Hát nem igaz, komolyan mondom, bazdmeg. Kivírsz fél órát még? Akkor tedd ezt a kibaszott telefon. Ezt kivágom, hogy ez is van? Nem, bele fogom vágni, lássák milyen idióták. Nem ez az egyik kérdés, ez kapcsolódik. Ja, eladom el a VR-ot. Na! Kérlek! Mário? Mi volt a kérdés? Te elszúrva az autóval. Mi a tervek az autóban? Ja, eladni. A jövőbeli terve a kocsival az igazából az, hogy valószínűleg a motorban lesz még egy-két okosítás, illetve be akarom építeni a direktszülőjét. Bár éreztem, hogy nem fogja tudni végigmondani, úgyhogy... Most nem ír. Kinek mi az állam autója? Mário. Valaki más. Egy Giulia, 2.9 biturbo V6. Azt mondjuk csivés, azt mondjuk tudom. És hogy áll a telephely? Hogy áll a műhely sztori? Gyors válasz? Sehogy. Hát amúgy sehogy. Húzd bemente. Amúgy sehogy. Ez a baj, hogy amit kinéztünk műhelyt, az nagyon... Hát kicsit beleéltük magunkat. És nagyon jó lenne az a hely.
Viszont olyan összegeket írtak nekünk bérlésre, amit valószínűleg nem nagyon tudnánk egyelőre kidekelni, de nincs elvetve az ötlet. Igen, így Dossi megint kérdezi, akkor válaszolok most így, hogy gyógyszer jövőre működőképes lesz a VR6, de szerintem többiek válaszolnak helyettem. Sose lesz az. Most akcióztuk le. Most akcióztam le a hangot. Igen. Hát, de valaki elviszi, akkor lehet, hogy lesz belőle valami. Szabaduljon már meg tőle. Péter már kérdezi, hogy miért nincs nagyobb nézettségetek, mikor ennyire eszméletlen jó videókat dobtok össze? Bár inkább ezt a többi embertől kéne kérdezni, aki még nem talált rátok. Én szerintem itt nem. Mi annyira nem is erre hajtunk. Nyilván nem az reklámozunk, nem posztolgatjuk szarra az összes csoportot, ilyenek. Ezt akartam egyébként mondani, hogy tehát mi nem az van, hogy nem most kiteszünk egy videót, és minden egyes ember, mindenki jobbra-balra osztogatja meg a videót, hanem itt nincs mögöttünk semmi háttér, hogy valaki reklámozna minket, vagy támogatna minket, vagy megoszt esetleg egy nagyobb létszámú oldal a mi videóinkat, nem, ezek így. Ezeket a számokat, amiket idáig elértünk 9 hónap alatt durván, ezeket így a mi önszorgalmunkból értük el, mi ennek is már nagyon örülünk. Tehát mikor kirakunk egy videót, még bennünk van az, hogy nézegetjük, hogy hányan nézték meg adott idő alatt. Lokális szinten amúgy is szinte mindenki ismer minket itt Pécsen, tehát na, egyre több autón látom egyébként a Southbase-es matricákat. De most kimondtad a varázszat, hogy Pécsen. Meg szerintem egy a lényeg, hogy ezt magunknak csináljuk, és nem azért, nem hogy, hogy mi ebből konkrétan... Tehát nem a profitál. Egyébként még nincs olyan YouTube oldal, akik úgy futottak be egyébként, hogy izé egy év alatt már milliós nézettsége lett, tehát ahhoz valami nagyon izé barba trükköt kell alkalmazni, én azt gondolom. Másik meg az, hogyha megnézel most egy nevesebb, vagy egy komolyabb YouTube oldal, ott is évek óta csinálják, tehát vannak, akik 10 éve csinálják, és most érték el azt, hogy milliós nézettségük hát van. Mikor és hol lehetne találkozni velünk? És ezt Kis Csabi kérdezi. Ez egy kicsit ilyen számomra kellemetlen kérdés, mert kb. Úgy állít be minket, mint hogyha valami celebek vagy valami ilyesmit lennünk. Igazából, hogyha az autókat megismerik a városba, és megállunk valahol, akkor egész nyugodtan hoznám, és most nem olyan régen a Budman Bence nevű úriember, aki követi az oldalt is, és lelkes rajongója a csapatnak, a mosolá fogott meg. A hétköznap mindegyikünk dolgozik, azért nagyjából most már tudjátok, hogy kinek milyen autója van, ha látjátok rajta a matricát, akkor ilyen felismerhető. Nyugodtan húzzátok rá a kormánynak. Találjátok, utogassatok. De egyébként a Sárkuton szoktunk a legtöbbször bandázni a 48-as térint. De nyilván jó igazából. Doszpot Bálint kérdezi, hogy mi lenne a golfot el kellene adnod, mi lenne a következő hobbi autó? Létszi ne 20 percbe? Egy perc. Golfot el kellene, mi lenne a következő hobbi autó? Szeretnék mindenféleképpen valami Porsche-t. Vagy valami ilyesmi. Tehát valami benzines vonalon lennék most, valami nagy motoros benzines. Mit szólsz a stílhez? Kovács Dávid hozzám intézett egy kérdést, de igazából erre válaszoltam, viszont írta egy tök jó hozzászólás még így alá, hogy biztos néztetek már ilyen ez a H2OI, ez a H2-től ilyen amerikai... Ocean City. Ja. Hogy H2OI International videók magyar módra best ever. Hát ez kösz. Ez kösz. Ilyen jó esik. Puszilú. A malacról meg a következő szezonban majd lesz fogatás. Pulóvereket, Komjáti Dávid kérdezi, hogy pulóvereket terveztek, vagy esetleg pólókat, amiket majd lehet vásárolni? Igen. Van a kis? Karácsony ajándék lesz-e az Orfis videó? Hát inkább húsvéti. Jövő karácsony? Mert már karácsonyi lehet. Inkább húsvéti. Nem mondta, hogy melyik. Ja. Az a helyzet, srácok, hogy az Orfi videót az 2020-ba fogjátok majd csak látni. Orfi videóból amúgy mennyit vágtál eddig, vagy mennyit foglalkoztál azzal? 8 perc van meg. És mennyire akarod? Az 500. Egy ilyen 25-30 között. December 30-án plázás talira jöttök el. Sanszos, holnap meglátjátok. Mirgyi. Na jó, állandóan kérem a tisztelt. Elég volt kis nyilván. Én először meg fogom kérdezni anyától, hogy milyen gyerek voltátok. Soha a következő kérdés az hozzád szól. Instagramon kérdezte tőled Berkesos 2107, hogy miért az öt ajtóshoz ragaszkodsz?
Mert van két vizslám, és akkor azok ki tudják dugni hátul a fejüket. Az, amelyik kirágta a rekálót? Az. Nem, az nem az, nem az vizsla van. Ez egy másik. Nem úgy tényleg. Semmi más. Emo Dance kérdezi tőlünk, hogy mikor tali Milán klubjába. Most! Itt vagyunk. Most. Ma nap itt is volt. Nem, ma is itt ma volt. Ma is itt volt. Ma volt itt. Na, ja. Akkor. Cső Emo Dance. Boldog új évet. Lehet a helyedben ülök. Kellemes karácsony. Ha összeáll teljesen a szekér, lesz Somagolf bemutató? Ezt kérdezi Domani B. Hát nem a felüljáron. Ez jó, ez jó. Száraz, persze, persze, ja, lesz. Szántó, persze. Ha teljesen összeáll, akkor ugye ezt látni fogjátok a vlog formában is, meg fogunk forgatni róla egy kis mozit meg újra. És Schwarz Jani barátunk kérdezi, innen is üdvözöljük Jani bácsit, hogy nincs szaúdbézes gázálarcotok? Csinálunk. Boldog új évet! Ő a főnököm. Tudom. Igen? Tudom. Úgyhogy kimondhatjuk a cég nevét? Persze. Úgyhogy a Renaxnak innen is nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon sok mindent. Hát eléggé sok mindent, inkább maradjuk annyiba. Mindent. Hát mindent. Én meg nektek. Nagyjából ennyi lenne ez a kérdez-felelek videó. Szerintem megpróbáltunk mindent így belesűríteni, így magunkról is beszéltünk, meg azért így láttátok, hogy milyen az, amikor így heten együtt vagyunk. Én minden egyes nézőnknek szeretnék nagyon boldog új évet kívánni, és maradjatok jövő évben is velünk, meg csatlakozzatok hozzánk, és megint valami fasságot csinálunk. Nem. Épp nem próbálják elemezni, hogy Kasmírból van-e. Ja. Szerintem kigyogod. Hát figyelj, tesó, 7000-re nem gondolnám. 7 ér vettük a 2000-re. Szerintem. Úgyhogy srácok, mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni. Ezek voltunk mi, innen Pécsről. Ugye felsőpörtök után. Ciao, szia! Ja. Jó, szia, ne arra, hogy nekem amúgy dolgom van. Ja, én meg úgy van jöttem. Igalotó porcikóztam. Én egy ilyes vagyok. Na, srácok, igazából. Köszönjük, hogy bejött vagytok. Boldog új évet kívánok. Köszönjük, hogy néztek minket. Tartsatok velünk, maradjatok velünk. Jövőre is nézzetek minket. És a reklám után folytatjuk. Így van. De nem ígérjük meg, hogy itt leszünk. Ja. Viszont szerintem most kimehetnénk erre a 30-ai izére. Mondjuk ezt már lehet, hogy kiválom. Na mindjárt, akkor már folytassuk minket.